Mai adásunkban a látványtervezés, díszletek, jelmezek a főszereplők. Ennek az adásnak vendégei lesznek Rákai Tamás, Nagy Éva és Lajos Andrea. Rákai Tamás 2013-ban szerzett diplomát a Kaposvári Egyetem művészeti karán alkalmazott látványtervező szakon, majd 2015-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező művészeként. Tanárai Gyarmati Ágnes, Mencer Róbert, Molnár Zsuzsa, Selmeci György, Zeke Edit, valamint Csík György voltak. Fiatal tervezőként az ország több színházában is bemutatkozott, de Nagyváradon, Szentpéterváron, Minszkben is dolgozott már. Korosztálya egyik legkiemelkedőbb tehetsége, a Bartók Színházban is rendszeresen láthatjuk kiváló díszleteit, jelmezeit. Nagy Éva 1967. december 31-én született Dunaújvárosban. 1986-ban a Bánki Donát szakközépiskolában végzett képesített kohászként. Később varrodát alapított Dunaföldváron, ahol elsősorban férfi szabóként dolgozott. Ezt követően Dunaújvárosban saját szabóságot nyitott, ahol magánszemélyeknek, illetve cégeknek készítenek öltönyöket és egyéb ruházati termékeket. 2018 óta tagja a Bartók Színháznak, öltöztetője, tárvezetője. Lajos Andrea. 1972. augusztus 1-én született. 1982-ben varrónői szakon végzett. 2002-ig fia születéséig dolgozott szakmájában. Ezután eladó lett. 2015 óta a Bartók Színház öltöztetője. Első kérdésemet Tamásnak szeretném feltenni. Szia, Tamás! Szia! Aki pillanatnyilag az egyik legtöbbet foglalkoztatott tervezője színházunknak. Számtalan előadásban dolgozhattam már vele, csupa jó élmény kötődik hozzá. Egy nem színházi embernek talán nem feltétlenül evidens, hogy mi is a látványtervezés, mi tartozik bele ebbe a munkakörbe. Ez egy elég komplex dolog. Ugye a színház az áll emberekből és látványból természetesen. Ez két alapvető dolog, ami a vizuális ingereket elősegíti. Ugye vannak a színpadon emberek, és vannak a nézőtéren emberek. Ugye az ő kapcsolatukat segíti meg a látvány. Mindig egy adott színdarab, zenés előadásnak, vagy táncos előadásnak a színpadra állítása, az egy rendezővel kezdődik, aki felkeres minket, tervezőket, hogy segítsük az ő munkáját azzal, hogy alkotunk neki egy játékteret, illetve felöltöztetjük az embereket azt szerint, hogy milyen karaktereket fognak játszani majd. Ez ugye hosszas előmunkálatokat igényel, közös munka a rendezővel, majd később ugye a színészekkel, és ez a munka azt fogja eredményezni, hogy nem egy sötét dobozt fogunk látni majd, amikor megvettük a jegyet a színházba és beültünk a nézőtérre, hanem egy bevilágított olyan teret, ami elmeséli azt az adott előadást, amit éppen nézni fogunk. És ugyanezt a jelmezeknél is, természetesen nem filmesztelen embereket látunk, ha csak nem ez az igény, hanem teljes karaktereket tetőtől talpig beöltöztetve, hajjal, sminkkel ellátva, hogyha ezen valami változtatás kell, ugye akkor paróka, és minden egyéb rekvizitje egy-egy karakternek, hogy tényleg azt tudja átadni, amit a szöveg, vagy amit az érzelmi indítatása a darabnak megkövetel. Egyetemi szinten mit tanul egy látványtervező egyébként? Tehát nyilván felsoroltad most, hogy miből áll össze a látvány, de ennek hogy néz ki az oktatása? Ti mit tanultok egész pontosan? Mikből áll össze? Én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy ugye Magyarországon ezt a képzést közösen, tehát nem külön díszlet vagy külön jelmeztervezést oktatnak, hanem komplexen mind a kettőt együtt. Ami azért egy szerencsés állapot, mert nem csak részeit látom az egyes előadásoknak a megtervezésének, hanem komplexen kell gondolkodni. És akkor, amikor megkapunk egy szöveget, és el kell kezdenünk vele foglalkozni, ezt a részét kezdték el igazából nekünk tanítani az egyetemen, hogy nyúlunk hozzá egy szöveghez, hogy lesz egy szövegből látvány.
hogy egyáltalán mi az, hogy látvány, mit nevezhetünk annak, és mi pedig egy imitáció, ami a látványnak, ami a látványhoz semmi testvérséget nem mutat. Kezdetben először versekkel foglalkoztunk. Verseknek próbáltuk meg a karaktereit elemezni, hogy mit miért csinálnak, majd aztán később térben elhelyezni őket, hogy milyen helyszínek azok, amiken ők átesnek esetlegesen a vers folyamán. És amikor már ezekben úgymond barátilag tudtunk mozogni, és úgy gondolkodni, hogy láttuk azt magunk előtt, amit a költő szeretett volna mutatni nekünk, ezután kaptunk komolyabb feladatokat, amikor már tényleges színdarabot osztottak ki nekünk a tanáraink, és ugyanezt a gondolkodási folyamatot kellett úgymond átélni. Sokszor elolvassuk a drámát, a szöveget, és ennek kapcsán remélhetőleg gondolatok támadnak bennünk, amiket később vázlatokban, rajzokban fixálunk, úgymond. Úgy, ahogy egy költő megír egy verset, mi úgy rajzolunk meg egy-egy karaktert, vagy egy-egy térhelyszínt, ahol egy adott szituációnak le kell zajlania. És ezek azok a gondolkodási folyamatok, hogy mi az a metódus, ahogy idáig eljutunk, ezek azok, amiket tanítottak nekünk, úgymond. Hogy hogy nyúlunk egy szöveghez, hogy olvasunk el egy szöveget. Az sem mindegy, hogy csak a történetre figyelünk, vagy konkrétan esetleg már jegyzetelünk mellé, vagy kortörténetet gyűjtünk mellé. Ugye minden egyes előadásnak más kora van, ideje van, ezeket az információkat hogyan tudom pontosan kigyűjteni egy-egy szövegből. Ezeket tanították, és hogy ezeknek az információknak a sokaságát hogy tudom rendszerezni, és hogy találom meg benne én önmagamat, hisz hogyha mindent csak történelmileg mutatnánk meg, teszem azt, egy Shakespeare-t csak a reneszánsz korba öltöztetett emberekkel is a Shakespeare színpadán mutatnánk meg, ez egy történelemkönyvet mutatna, csak élőszereplős előadásban. Tamás, te egy nagyon fiatal tervező vagy. Azért is örülök, hogy most te is igent mondtál erre a felkérésre, mert ugyancsak kétszer dolgozhattunk együtt, de tapasztalataim alapján az egyik legprofibb tervező vagy, akivel valaha együtt működhettem. Számtalanszor kaptalak rajta, hogy akár éjszakában nyúlóan, saját kezűleg folytatod a munkát a varrodában, díszítesz, varsz, korrigálsz. Egy szóval te sem vagy az az ember, akinek kiesik a munka a kezéből. Húha, igazából ezt nem lehet tanítani, ezt a dolgot. Ez valakiben vagy megvan, hogy a munkája iránt mennyire alázatos, vagy mennyire maximalista, és akkor ezt valószínűleg más is így csinálja, de mivel nincs két egyforma ember, és én leginkább csak magamat ismerem, így azt tudom mondani, hogy én szeretem ezt csinálni, és nem csak akkor szeretem csinálni, amikor próba van, hanem akkor is, amikor erre lehetőségem van. Tehát ugye egy tervezőnek a munkafolyamata a felkéréstől egészen a bemutatóig tart. És mindaddig a pillanatig, amíg én az utolsó vonalat is meg tudom rajzolni, már esetleg a kézdíszletben, vagy az utolsó fodrot is a helyre tudom igazítani segítséggel, vagy akár, hogyha nincs más segítség, akkor én magam is, akkor ezt meg fogom tenni. És mindezt annak érdekében, hogy az előadás tökéletes legyen, és úgy legyen tökéletes, ahogy mi azt a kreatív tímmel megálmodtuk, rendezővel, tervezővel, koreográfussal, mindenkivel, aki együtt dolgozik azért, hogy egy tökéletes előadást mutassunk majd a bemutatón. Úgyhogy valószínűleg ezért láthattál többször is ezekben a műhelyekben, akkor is, amikor nem kellett a színpadon nézni a próbát, vagy ott korrigálni. És örülök, hogy te ezt ilyen pozitívnak látod. És én igazából ennyit tudok csak ehhez hozzátenni, hogy szeretem azt a munkát, amit végzek, és azt napi 24 órában szeretem. Hát akkor most jöjjenek azok a személyek, akik ebben a munkafolyamatban akár téged megsegítenek adott esetben, és akkor most szeretném újfent bemutatni a hölgyeket. Az elején már elmondtam az ő rövid életrajzukat, de most akkor ismerjük meg őket személyesen. Lajos Andrea és Nagy Éva,
színházunk két csodálatos öltöztető hölgye következik, akikkel én különösen nagyon szép és jó kapcsolatot ápolok, remélem, hogy ezt ők is így gondolják, bár ha nem, akkor cáfoljatok meg. Azért beszélhettünk egy picit talán arról, hogy milyen a ti kötődésetek, illetve hogy a ti munkátok az hol kezdődik, mert illetve örülnék annak is, hogyha elmondanátok, hogy mik azok a munkakörök, amikben ti jelen vagytok, és amit ti folytattok a színházon belül. Kérdezem először akkor Lajos Andreát. Sziasztok! Szia! Hát tényleg jó a viszonyunk, Ági. Hát nekünk a jelmez tervezőtől jön át a ruha, hát először az Éva, aki ezzel foglalkozik. Én a főpróba hét előtt pár nappal látom a ruhákat igazából, és ha valami elmarad, akkor még pótoljuk. De előtte igen az Éva, aki többet kommunikál egy jelmeztervezővel, mint én. Éva, szia! Üdvözlünk téged is! Elmesélnéd kérlek szépen akkor azt, hogy te mikor találkozol először a jelmeztervekkel, illetve a jelmeztervezővel magával is akár? Hogyne, amikor a színházban az első megbeszélésre összehívják a vezetőket, általában ott a jelmeztervező, látványtervező bemutatja, hogy milyen tervek alapján készítik el a látványt, a színpad, a jelmet, tehát minden. A Tamás gyönyörű, szép ilyen 3D-s rajzokat szokott hozni, és én mindig elámélkodok rajta, hogy tud ilyeneket rajzolni. Makettet készít. Tehát én nekem ez egy, én már ott először látom a dolgokat, hogy mi hogyan fog történni. Nagyon jó ez a rész, ezt imádom. És amikor a megvalósítás következik, akkor a Tamás határozottan azt mondja, hogy ebből az anyagból szeretném ezt és ezt és ezt. És akkor ugye például most a legutóbbi darabunknál, a Jónásnál olyan jó volt, mert majdhogy nem szabad kezet kaptam a Tamástól, és az ő tervei alapján, de kikérte a véleményemet, hogy hogyan kellene ezeket a ruhákat összevarni. Nekem nagyon jól esett, megmondom őszintén. És nagyon jó volt vele együtt dolgozni. És olyan ötleteket adott, volt olyan, hogy este 10 órakor láttam az Instagramon egy ötletet, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, amit ő kitalált, és átküldtem neki. És ő abban a pillanatban, nem másnap reggel, meg másnap délután, 10 órakor válaszolt nekem, és megbeszéltük, hogy ezt hogyan lehetne úgy megcsinálni, hogy ő szeretné. Egy nagyon-nagyon olyan ember, aki abszolút erre való. Tehát ő, jó, nem fényezem tovább, de egyébként imádom, de nem fényezem tovább. Szóval a Tamással nagyon jó dolgozni, és amikor elkészülnek a ruhák, akkor jön az, hogy a színésznőkre, színészekre, hogy ezt rá kell próbálni. Ott én mindig félek, mert ott szembesülök először azzal, hogy ez nekik hordható-e, vagy nem. És ott már rajtam múlik az, hogy fog állni rajta az a ruha. A Tamás sokat segít, és abszolút tud variálni az anyagokkal. Tehát olyan szakmai tudása van, hogy akkor egy olyan ötlettel áll elő, ami átsegít a nehézségeken, mert vannak. Tehát pont most is ugye nagyon sokat mozognak a ruhákba, az anyag nem enged, más kellett kitalálni, hogy az ötlet létre jöhessen, amit ő szeretne. Úgyhogy nagyon sok variálás kell ahhoz, hogy egy darabra azok a ruhák úgy összeálljanak, ahogy azok a terveken szerepelnek. Színésznökre felpróbáltuk, és utána jön a készrevallás. Utána a főpróba hetén Andrea jön nekem segíteni, vagy előtte egy pár nappal átveszik, hogy melyik színésznő színész milyen ruhát fog fölvenni, és elkezdődik egy próba folyamat, ahol eldől, hogy Andrea vagy én fogjuk öltöztetni a színészeket.
Hát ez már általában inkább az Andreának a dolga, hogyha ha nagyon sok öltöztetés van, nagyon sok gyors öltöztetés van, akkor mind a ketten kellünk a darabhoz. Ez például a Liliomba, hát ott az valami, Ági, te is szerepelsz benne, tudod, hogy a Liliomba. Na, aztán ott van kapkodás bőven. Hát 10 másodpercek vannak, hogy egyik karakterből a másik karakterbe át kelljen öltözni, úgyhogy a Andrea egész listákat iratott, hogy ki, mi, ugye mert ő régebb óta van, tehát én abszolút ráhagyatkoztam, amikor én oda bekerültem, tehát a listánkor rajta szerepel, hogy ki, mikor jön ki, tehát 30 perc, 28. perc, mit fog fölvenni pontosan, milyen karakterbe fog belebújni, és akkor hát így ugye haladunk egymás sor, tehát sorba haladunk az öltöztetések során, akkor van meglepetés, amikor a színész sem tudja, hogy mibe kell beöltözni. Igen, mert kirongyol, ugye van 10 másodperce, és ránk néz, és akkor mondja, hogy most mi jön? És akkor mondjuk, hogy hát végül, hogy Csabi szokta ezt velünk megcsinálni. Úgyhogy akkor gyorsan learul, a ketten ott állunk, és kapkodjuk le róla, hát húzzuk föl rá a másikat. Úgyhogy vannak ilyen dolgok is. Na, és de akkor jó. A prób, tehát szerintem Andi ezt a részét innen már jobban tudja folytatni. De még jó, hogy így megbíznak a színészek, hogy ha ő éppen nem tudja, mi jön, akkor bízd ránk magad, és akkor azt öltöztetjük, ami kell. Hát volt olyan, hogy tévedtünk, és akkor a színész szólt, a színésznő szólt. Igaz, Ági? Volt olyan is. Pont a Liliomba, hogy mentem utána. Mi volt? Mentem utánad, és mondtad, hogy még nem öltözünk. És én többször, mikor rendőr vagy, és utána akarlak öltöztetni, de még visszamész abba a ruhába, csak hegedűt érjössz ki. Emlékszel? Igen, ott... de egyébként most ide hozzátartozik, vagy hogy el tudjuk ezt magyarázni. Ugye arról van szó a Liliomban, hogy ott nem csak kifejezetten egy szereplő öltözik sokat, hanem karaktereket játszunk többet, mivel hogy a Liliom eredeti szereposztását azt úgy osztották ki közöttünk, hogy mondjuk én személy szerint 3 szerepet játszom, de tulajdonképpen majd, hogy nem a főszereplőket leszámítva, mindenki más legalább 2-3 szerepet még játszik, ha nem többet. És ezért tényleg ezeken a 10 másodperceken nagyon sok minden múlik, mert nem arról van szó, hogy egész egyszerűen én, mint Marika, kék ruhába vagy fehérbe megyek ebbe a következő jelenetbe, hanem hogyha elrontjuk az öltözést, akkor egy másik karakter megy be a jelenetbe, adott esetben rendőrjelmezve menne be Marika, úgyhogy ott azért elég veszélyes a helyzet. És tudom, hogy van egy ilyen sötét folt, amikor Andi mindig azt hiszi, hogy már gyorsan öltözni kell, de nem kell öltözni, mert még ott rendőrruhába kell maradni. De hát az egy őrület volt, vagy az tavaly nyáron az nekünk szerintem mindannyiunknak olyan nagy torna, de a mai napig, hogy a mai elég nehéz nyomon követni, mert rengeteg öltözés van benne. De hogy még befejezzük ezt a sort, tehát az a lényeg, hogy amikor már eljutottunk oda, hogy már megvolt a bemutató, akkor onnantól kezdve ti be vagytok osztva, hol Andi, hol Éva, attól függ, hogy ti hogy egyeztek meg, adott előadást kiviszi. Viszont utána van olyan is, amikor ugye ketten vagytok ott, és minden alkalommal nektek tulajdonképpen be kell készíteni az összes jelmezt, egyéb kiegészítőket, mert olyankor hozzátok tartozik a táska, a nyaklánc, a fülbevaló, a kalap. Tehát ezek mind a ti kezeteken keresztül mennek át, és ti hagyjátok jóvá, illetve ti készítitek nekünk be ezeket a kellék, vagy ezeket a kiegészítőket, jelmezeket egyaránt, harisnyától, tulajdonképpen melltartónát, mindent ti adtok nekünk. Most a tervezőt kérdezhetem még egy picit.
Most ez egy kicsit olyan kérdés, ami nyilván arra reflektál, amiről már beszéltünk egyébként, tehát alkalmazkodni kell a színházhoz különböző oldalakról egyaránt. Nyilván nehéz lehet manapság, amikor kevesebb költségvetésből kényszerültök dolgozni. A régi világban, erről nagyon sokat sztoriznak nagy tervezők, a régi világban, amikor hatalmas díszletek, illetve minden előadáshoz frissen levarrott ruhák, de még cipész által elkészített cipők is készültek, könnyebb lehetett egy tervező dolga. Nektek azonban számolnotok kell azzal, hogy ez sajnos főleg egy kisebb színháznál szinte megoldhatatlan. Ez bántiteket, vagy épp ellenkezőleg olyan kreativitásra kényszerít, amely inspirálóbb, adott esetben már akár hatékonyabb is. Tehát a kérdésem tulajdonképpen az, hogy a korszellemhez ti tudtatok-e alkalmazkodni, vagy mondjuk az egyetem tud-e alkalmazkodni, vagy még mindig fel vagytok készítve arra, hogy egy nagy-nagy költségvetésű, monumentális előadást is ki tudtok állítani. Mi a mai tendencia? Hát magán az oktatásunk során ugye arra készítenek fel bennünket, hogy a lehető legdúsabb látványt tudjuk megálmodni. Ott nem szabnak nekünk gátat abban, hogy most 10 forintunk van rá, vagy 15, hanem szabadon szárnyaljanak a gondolatok, és azt tervezzük meg, ami a mi fejünkből pattan ki az adott darabhoz, ami éppen a feladat. Ugye, mivel az egyetem alatt konkrétan rendezőkkel nem dolgozunk szoros kapcsolatban, egyes darabokat, amiket fél évre kiadnak feladatnak, azokat úgymond mi rendezzük meg. És ez egy picit segítség ahhoz is, hogy még ez a minimális gát, amit egy rendező az ő saját koncepciójával támasztana felénk, ez meglegyen. És emiatt pont az a szabadságunk, hogy bármit elképzelhetünk, nincsenek szabva határok. Nyilván a fizika az egy határ, tehát mondjuk az ember feje fölött 2 méterrel lebegő kalapot nem fogunk megrajzolni, vagy hogyha mindenképpen azt szeretnénk, akkor azt kitaláljuk, hogy az hogy fog ténylegesen lebegni az ember feje fölött 2 méterrel. De az egyetem után, amikor bekerültünk a valóságba, és találkoztunk ezekkel a fogalmakkal, fizikálisan is, hogy költségvetés, hogy tervelfogadás, nem csak elméleteket hallottunk róla, hogy ilyen létezik, akkor ugye szembesül az ember azzal is, hogy bizonyám itt az anyagok méterében elég drágák. A cipő az nem 2 forint, ha megveszem a boltba, akkor se, ha legyártatom egy cipészmesterrel, akkor meg pláne nem. De igazából ez nem befolyásolja a mi munkánkat. Nyilván az egy biztonságosabb érzet, amikor tényleg mindent a nulláról a mi fejünkből tudunk megrajzolva megalkotni, és azt a mesteremberek által létrehozni és a színpadon biztosítani az előadásnak. De ugye, mivel ez nem minden esetben lehetséges, ilyenkor a kompromisszumkészség az, ami a tervezőnek a legjobb barátja. Ugye, mivel mi alkotjuk meg a koncepciónkat az adott darabnak a látványvilágát illetően, ilyenkor van egy bizonyos tólig a mi fejünkben is, hogy mi az, amit még megengedhetünk magunknak, hogy ne sérüljenek az adott karakterek, vagy még mindig segítsem a színészt abban, hogy ő azt a karaktert tudja ténylegesen eljátszani, amire kiosztották, mint szerep, és ne pedig ellene menjek az ő karakterének. Ugye, mint egy átlag ember is, egy ruhatárral rendelkezünk. És a színész is rendelkezik a szerepén belül egyfajta ruhatárral, még akkor is, hogyha csak egy öltözete van esetleg egy darabban. De nekünk tervezőknek fel kell készülnünk arra, hogy lehet, hogy mondjuk nem sikerül azt az első gondolatot ténylegesen kiviteleztetni, vagy megvarratni, ami a legideálisabb és a közelebb áll a karakterhez, de ez mindig a célunk, akkor lehet, hogy az ő ruhatárából egy könnyebben megvalósítható látványt fogunk nyújtani majd neki. Ez nem tudom így mennyire érthető, de... Abszolút! Hogy lényegében ez a kompromisszumkészség az, ami minket úgymond átlendít azon, hogyha nem tudok legyártatni, mondjuk teszem azt a példádat folytatva egy cipőt, akkor lehet, hogy egy ahhoz nagyon közelít mondjuk egy márkásabb boltban még ki tudok fizetni, és az mégse lesz annyi, mint hogyha egy cipésszel legyártatnám, és tökéletesen
passzolni a színészre. Természetesen ez is ugyanúgy tökéletes kell legyen majd a használatra. Egyébként ehhez kapcsolódik egy picit a kérdés, a következő, hogy mennyire tudtok az egyéni igényekkel mit kezdeni. Hogy a figyelembe szoktátok venni a színészeknek az óhajait, illetve hogy hol van az a határ, amit ti személyesen megszabtok, nyilván ez a tollig, illetve az, hogy neked, mint tervezőnek van egy koncepciója, amit egyeztettél már több hónappal akár a produkció megkezdése előtt, tehát nyilván egy nagyon átfogó képed van a fejedben arról, hogy te milyen látványt szeretnél létrehozni. Hogy szoktál szabni ennek valami határt, vagy mi az a határ, ami még belefér, mondjuk, hogy most egy színész csúnya szóval élve, mondjuk én is nyilván belepofázok dolgokba, de hogy mi az a határ, ami még egészséges, és mi az, ami nálad már egy lélektani határ, és ott már nem enged. Hogy van-e ilyen tapasztalatod egyáltalán, vagy általában elfogadják azt, amit rájuk szabsz, rájuk adsz? Ez is egy változó dolog igazából. Akkor, amikor én megalkotom az egyes karaktereket az adott darabhoz, akkor tényleg ezt a tóliget magamban is megengedem. Nem rajzolok le egy teljes 15 darabos, teszem azt ruhatárat, akkor egy karakterhez, hogyha csak egy öltözete van mondjuk egy előadáson, hanem megrajzolom a legideálisabbat. És nekem ez a mérvadó pontja a látványának. Most ugye az egyes emberekre értem ezt. És amikor elkezdődik egy próbafolyamat, találkozom én is személyesen a színésszel, lehet, hogy először mondjuk az első ruhapróbán, vagy az olvasópróbán legelőször igazából. Ugye ott gyűlik össze legelőször a csapat, mindenki bemutatkozik azoknak, akiket még esetleg nem ismer, vagy nem találkoztak munka során, vagy az életben bárhol, és ott szembesülök azzal, teszem azt, hogy ugye az én általam megrajzolt jelmeztervek nem biztos, hogy mondjuk ugyanazt a testmagasságot fogják mutatni, mint a valóság egy ismeretlen személy esetében, vagy nem ugyanazt a testsúlyt, vagy hajszínt fogják mutatni, mint amit én megrajzoltam. És ilyenkor tudnom kell azzal is kooperálni, hogy ezen mennyit akarok változtatni. Vagy szabad-e változtatni? Meg kell hagyni a színésznek a külsejét esetleg, vagy át kell formálnom a megtervezett figurává. Ugye minden esetben a cél az, hogy a rendező által elfogadott terveket reprodukáljuk, és megalkossuk azt a karaktert a színészre, a színésznőre. Uh-huh. De amikor találkozok egyes emberekkel, akkor lehet, hogy az ő kisugárzása, vagy jelenléte a színpadon engem arra ösztönöz, hogy megváltoztassam én akár magam is a tervet. És ilyenkor indítok egy párbeszédet akár a rendezővel, nyilván, hogy tudja, hogy mást fog kapni, mint a tervek, amiket elfogadott, mert meggyőzöm őket, őt érvekkel, hogy tényleg más a kisugárzása a karakternek. Egyszerűen egy másik világot kezd teremteni a színpadon, mint amiről mi beszélgettünk. És ez nem feltétlen rossz. Tehát egy színész ugye önmagából építkezik, ezt te tudod talán a legjobban, hogy mindig a saját belsődet próbálod meg átformálni az adott szituációba és karakterbe, amit éppen a színpadon alkotsz. És nekem ugye ennek a megsegítése a feladatom a jelmezekkel, és amikor ez a látomás van, hogy te mást akarsz mutatni, mint amit az én rajzom sugal, akkor engedek igenis, és egy kicsit megváltoztatjuk azt, hogy rád jobban passzoljon. Vagy könnyebb legyen neked esetleg egy táncmozdulatot megcsinálni egy másik fazonú nadrágba, szoknyába, más kisugárzása legyen a rajzhoz képest a te figurádnak majd a színpadon, hogy te tudja legtökéletesebb pontja lenni majd éppen az előadásnak, hisz minden egyes tökéletes pont egy nagy egészé áll össze. Most a lányokhoz fordulok, és szeretném elmondani azt, hogy amit már így az elején is jeleztem, azért ti erősen jelen vagytok, és veletek, főleg a főpróba héttől elkezdődően, nagyon sok időt töltünk együtt.
Én titeket csak így szólítalak, Andika és Évike, úgyhogy bocsánatot kérek mindenkitől, akit ez esetlegesen zavar a hallgatók közül, vagy a nézők közül. Ez a megszólítás nyilván hordozza magában azt a fajta viszonyt is, ami közöttünk van, vagy amit én így gondolok, hogy familitárisabb és egy kicsit közvetlenebb. Nagyon sokat vagytok tehát velünk, minden előadásnál találkozunk. Vannak dolgok nyilván, amit már említettünk, elosztva, megosztozva csináltok, de nagyon sokszor mindketten jelen vagytok, részesei vagytok a mindennapjainknak. Láttok minket a legkiszolgáltatottabb napjainkon is. Ehhez hozzá lehet szokni? Kérdezem akkor most először Andikát. Szerintem nem lehet hozzászokni, mert minden nap, még a főpróba héten is jön egy meglepetés, egy új dolog, a színésznek egy másik oldala. Szerintem ez pont azért szép, mert nem egyhangú, monoton, hanem minden nap újat, új dologgal találkozunk, amivel meg kell birkózni. Szerintem, mert a színészeket is minden nap máshogy látjuk, milyen napjuk van, de ez szintén nálunk is így van, és azért nincs egyforma az én részemről. Tehát abszolút egyetértek Andrával, minden nap más. Vannak jó napok, rossz napok az ember életében, ugyanúgy a miénkébe, mint a tiétekében is. Meg kell tanulni ezeket a dolgokat kezelni. Szerintem Andi is, és én is nagyon empatikusak vagyunk, nagyon ráérzünk, rátok, és megpróbálunk benneteket segíteni a munkátokban. Ezt mikor így, mikor úgy sikerül, de próbálkozunk. Mi a legnehezebb része a munkátoknak? Az idő. Az idővel harcolni, hogy ami ki van adva idő, azon belül mi megcsináljuk. Talán szerintem ez a legnehezebb, hogyha kész vagyunk időre, akkor mi is nyugodtak vagyunk, meg ti is persze. És hát igen, szerintem avval meg elég nehéz megbirkózni valamikor, egy egész főpróba hét alatt is. Éva, neked mi a legnehezebb része a munkádnak? Én a premier előtt, ugye a premierek mindig pénteken vannak, általában pénteken vannak, és nekem a szerda, előtte levő szerda az, amikor általában bővök. Tehát én addigra úgy kikészülök, hogy na, az, amikor egy kis, mi lehet, hogy nem is akartak megbántani, de én nekem az már rosszul esik, és én ott, Tomi tudja, én tehát nekem a szerda este, ez általában bőgéssel telik. Nekem az egész szerdám egyébként. Igen. Ugye? Na. Mindig bőgök szerdánként. Úgy el. De igen, tehát addigra, úgyhogy úristen, készen leszek, nem leszek, tudom, nem tudom, tehát tele vagyunk bizonytalansággal, és hát ez a szerdám ki. Igen. Ez a legrosszabb. Azt mondják, a síelésnél is a harmadik nap a legneccesebb, akkor történik a legtöbb baleset. Akkor ezt kihagyjuk a síelésnél. Mindenképpen, olyankor pihenni kell, nem szabad síelni. De amikor ott premier előtt én látom, beültök a székekbe, és beöltöztek, kisminkelitek magatokat, felveszitek a ruhátokat, és abszolút szerepben vagytok. Na, ott van az, hogy na, megnyugodtam. Tehát ott olyan kis, onnantól nyugis, onnantól már lehet élvezni. Egyébként Tamás, nekem erről eszembe jutott most valami. Beszélgettünk arról, hogy nyilván alakítasz néha a terveiden, más kerül a színészre végül.
Múltkor beszélgettünk már arról, hogy mik az igazi kihívások a munkánk során. Mondjuk egy rendezőnél az, hogy az ő koncepcióját, még ha eleinte nem is értek vele egyet, egy ponton túl elfogadom, magamévá teszem, tudok azonosulni azzal a karakterrel úgy, ahogy ő akarja, mert valamilyen módon engem ő meggyőz arról, hogy az a jó gondolat. Én valahogy így vagyok a jelmezekkel is. Alapvetően, hogyha azok a jelmeztervek engem meggyőznek, vagy akár jelmezpróba alatt én találkozom egy jelmezzel, ami beindítja a fantáziámat, az nagyon sokszor, nem tudom, hogy ezzel tisztában vagytok-e, inspirálni tudja a munkát. Tehát jó irányba tudtok eltéríteni, vagy mondjuk a te gondolatod az engem, és ez, amit az Éva mondott, hogy amikor pénteken mondjuk oda kerül az ember, és elérkezett a bemutató órája, akkor tényleg ott ülök a tükör előtt, és akkor már kész van valami. És ehhez kell a jelmez, az kihagyhatatlan. De nem csak a jelmez kell igazából ehhez, hanem a maga a látvány, ugye, mert most főként ugye a jelmezről esett több szó, de ugye több színháztudós is foglalkozott meg rendező ezzel a témával, hogy mi van akkor, hogyha ugye semmi nincs a színpadon. Teszem azt, erről akartalak kérdezni, pontosan. Tehát fontos a látvány. Nem lehet az, hogy egy üres térben, egy teljesen civil külsővel előadom mondjuk az Oféliát, mert vagy mondjuk a Hamletet, mert nem lesz ugyanaz a hatása majd az akkori nézőben, mint hogyha ehhez van egy komplex átgondolt tér és jelmez karmada, ami megsegíti az előadást, és itt a megsegítés szó talán a kulcs, hogy nem úgy kell a művészetünket bemutatni a színpadon nekünk tervezőknek, hogy lemossuk az embereket általa, hanem inkább a szituációknak a lehetőségét kell megsegíteni, hogy ő úgy érezze magát a színpadon, hogy ő tényleg Ofélia, ő tényleg Hamlet. És úgy tud leülni egy adott pontján a színpadnak, hogy ő nem zökken ki ebből a szerepből. És amikor ténylegesen civil ruhában megérkeztek ugye egyes előadások előtt, és neked ott lóg mondjuk az öltöződben a jelmezed, vagy akár több is, ugye, és elkezded ezeket magadra venni, kisminkeled magad úgy, ahogy az Éva is mondta, és fölveszed az utolsó ruhakellékedet is magadra, és körbenézel, az nem jó, hogyha magadat látod. Én legalábbis így vagyok vele tervezőként, hogy természetesen nem az a célom, hogy elmaszkírozzalak, de hogy egy másik személyét tudjalak azzal formálni, hogy te önmagadat ne veszítsd el benne, viszont az az ember legyél, akit a szerző megírt egy bizonyos gondolat átadása véget. És akkor most teszek fel egy kérdést. Nem szeretem fitoktatni, meg nincs is valós képzőművészetben valós műveltségem, én azt gondolom, láttam dolgokat, jártam már kiállításokon. És nekem van egy nagyon, és most nem azért mondom ezt, hogy játszam a bölcsészt, hanem egész egyszerűen van egy hatás, amit soha nem feledek. Rómában, a Modern Művészetek Múzeumában én láttam egy festményt, Klein festményét, amelynek az a címe, hogy International Klein Blue. Ez egy olyan kék, ami örökre beégett a retinámba. És a maga minimalizmusával ez a kék szín, ami tulajdonképpen egy vászonra festett kék szín, örök élmény marad. És az jutott eszembe most ennek kapcsán, amit mondtál, hogy sokszor az ember azt gondolja, hogy az az igazi díszlet, amikor minden tökéletes óramű pontossággal egy nagyon realista módon van ábrázolva, a szekrény az szekrény, az asztal, műbútor, nem tudom, és nyilván van az a műfaj, ahol ez igényeltetik. De én azt gondolom, hogy a te művészeted, díszlettervezés tekintetében inkább erre a fajta minimalizmusra törekszik, és úgy tudod használni a teret, hogy szinte már üres térnek hat, és hogy az emberek nem tudják, hogy ezt az üres teret is milyen sok órás, meg soknapos gondolkodás munka előz meg. Tehát ezért hoztam ezt a példát, gondolom érted, hogy miért mondtam ezt,
Mert látszólag egyszerű, de azt a színt, azt ki kellett keverni, azt a színt, azt úgy kellett felvinni, hogy az egyenletes legyen a Klein Brunel, amit említettem, hogy erről is szerintem érdemes néhány szót megejtenünk, mert ezzel nincsenek tisztában az emberek. Vagy azt gondolják, hogy ezt a vaskonstrukciót én is oda tudnám tenni. Szerintem ez nem így van. Ezen mélységesen egyetértek. Nem csak azért, mert a szakmám ellen beszélnénk, hogyha ez így lenne, hanem való igaz, hogy mi rengeteget foglalkozunk az érzelmekkel. Ugye egy-egy szöveg, vagy egy-egy beszélgetés a rendezővel a koncepció átadás során ugye érzelmeket generál bennem is, mint ahogy bennetek, ahogy próbáljátok megformálni az adott szerepeteket. És ezeket az érzelmeket nagyon pontosan és precízen szeretném visszaadni, akár a díszletben, akár a jelmezben. Ugye ez egy ilyen műfaj, maga a színház, vagy akár a film is, hogy hatásokat szeretnénk kelteni az emberekben, az adott nézőkben, gondolatokat szeretnénk átjuttatni nekik, a fő célunk érdekében, hogy megkapják ezeket az ingereket. És lehet ez akár egy barokk szobabelső, ami tele van aranyjal festve, mindenhol stukkó díszítés, freskók néznek le ránk, angyalkák lövöldöznek mindenféle nyilakkal, és lehet, hogy ezzel tudom elérni azt a hatást, amit közvetítenem kell a nézőknek, de lehet, hogy egy egyszerűen belógatott piros függöny, ami úgy van megszabva, és úgy szeli át a fekete teret, amiben éppen az adott tér, vagy az adott előadás játszódik, hogy bőven elég az az egy piros függöny, ami átszeli a teret. És tényleg a minimalizmust azt nagyon nehéz megteremteni úgy a színpadon, hogy az pontos, precíz legyen, és ne kérdezzem meg, hogy az miért olyan, amilyen. Ha nem kérdezem meg, akkor jól dolgoztam. Ez a jelmezre is igaz. Ha nem kérdezem meg, hogy miért ez van éppen az adott színészen, hanem szerves egysége, vagy az egységbenek a szerves részét tudja képezni, akkor jól dolgoztam. Ha már megkérdezhetem magamtól azt, hogy miért ez a színárnyalat, miért ez a forma, miért ez a méret, akkor ott valami a munkámban elsiklott. Most elmondtad tulajdonképpen azt, hogy akkor végeztem jól a munkámat, hogyha, de érdekelne az, hogy a lányok milyen fajta együttműködést preferálnak, úgy a jelmeztervezővel, mint a színésszel, mint a rendezővel. Tehát melyik az az együttműködési forma a színházon belül, amire ti belülről azt mondjátok? Mert most beszéltünk arról, hogy nyilván ennek mi a háttere, mi a gondolkodás, vagy mi a gondolat mögötte, de most beszéljünk a gyakorlati részéről, nektek milyen az ideális együttműködés? Én szerintem ezt... én attól tenném ezt függővé, hogy kivel kell dolgozni. A Tamással szerintem, ahogy dolgozunk, az nagyon jól bevált nekem, remélem neki is, hogyha amit Ágotával egy kicsit másképp dolgozunk, de az is nagyon jó. Én szerintem ez attól függ, hogy... Matyi Ágotáról beszélünk, szintén a színházunkban gyakran megforduló jelmez díszlettervező hölgy. Ő másképp dolgozik, De az is jó, tehát abszolút alkalmazkodni kell tudni nekünk, öltöztetőknek, varrónőknek, az ő stílusukhoz. És így szerintem abszolút jól tudunk együttműködni. Tehát embere válogatja. Andi? Teljesen egyetértek Évikével, mert ő neki van egy gondolata, és azt nekünk el kell fogadni, hogy én nagyon sok tervezővel már dolgoztam ebbe a jó pár évbe, de hát mindegyik más volt, és mindegyikkel volt valami szép, ahogy a Tamással is van, nagyon sok jó dolog, anno az Ági nénivel is volt. Igen, a Tamás tanárnője, Gyarmati, tanárnőjével Gyarmati is, Ágnes. Igen, az Ágotával is, én nem, amit ők kitalálnak, azt elfogadom, igen.
és szerintem nagyon jól tudunk dolgozni bármelyik jelmez tervezővel. Legalábbis én eddig jól tudtam velük dolgozni. Bevallom, az én egyik legnagyobb szenvedélyem az volt, hogy a pozsonyi iskolámban, ahol hasonlóképpen a kaposvári képzéshez, egy intézményben folyik a képzése színészeknek, tervezőknek. Minden kipakolásukra eljártam a tervezőknek. Lenyűgözött, amikor láttam, hogy miniatűrben ott állnak a díszletek, adott színpadokra megtervezve. Ennek a csúcsa nyilván a prágai Quadriennálé volt számomra. Hát az ember nem is gondolná, hogy ez mi mindennel jár együtt. Gondolom számodra is óriási élvezet lehet, amikor elkészül egy ilyen makett, te pedig bevilágíthatod, forgathatod a színpadot, kipróbálhatod, hogy hogy lesznek a változások. Egy avatatlan ember talán el sem tudja képzelni, hogy készül, aztán hogy válik igazivá a díszlet. Erről mesélj még egy picit, kérlek szépen, mert szerintem ez nagyon érdekes. Tehát a makettekről, meg azoknak a bevilágításáról. Nekem ez a kedvenc témám. Nekem is az egyik kedvenc pillanata volt mindig a fél évnek, amikor eljutott addig a tervezés, meg a feladat, hogy valóban megvolt már a makett, és lehetett vele játszani, és lényegében eljátszottam a saját előadásomat magamnak. De ugye ez is egy hosszú folyamat. Onnan indulunk, ugye, hogy kiosztják a feladatot, és el kell úgy rengetegszer olvasni, és jönnek a képek a fejünkben. Ezeket ugye megrajzoljuk, és az én munkamódszerem sajátosan az, vagy nem tudom mennyire sajátos ez, de én szeretek már munkamakettekkel is dolgozni. Tehát úgy kezdem el boncolgatni a teret, hogy közben már én a maketteket is elkezdem bütykölni, építeni, hogy azok a térelrendezések, amik a fejemben megszülettek, vagy homályosan már derengenek, azok valóban izgalmasak-e az adott szituációhoz, vagy az adott darabhoz. És mindig, amikor ezzel eljutok egy olyan pontra, amivel már majdnem elégedett vagyok, akkor kezdem el boncolgatni festmény és grafika színterén, hogy az a látvány az tényleg olyan legyen, ami megszólal, önmagáért beszél, és azt mutatja, amit az adott darab megkövetel magának. És ugye ezután természetesen a munkamakett az átalakul egy látványmodellé, ami egy köztes lépcsőfoka annak, hogy az én rajzomból hogy lesz egyszer csak egy egy az egyes léptékű emberek által használható tér, játszóhely. És amiről még szerintem ezzel kapcsolatosan érdemes beszélni, az tulajdonképpen majdnem olyan, mint amiről már szó volt, hogy valós költségvetés, nem játékpénz, hanem igazi pénz áll a rendelkezésedre egyszer csak, hogy szembesülsz azzal, hogy most már hiába van az ötleteidnek végtelen tárháza, kinyílhatna, mégsem teheted meg, hiszen nincs rá megfelelő keret. Ugyanígy a valós életben, amikor már nem csak papír maketteket készítesz, vagy nem hab kartonból készülnek a makettek, akkor egyszer csak vaskonstrukciók kerülnek emberek feje fölé, és talán arról még kevesebbet tudunk, hogy mérnöki pontossággal kell ezeket úgy megterveznetek, hogy azok üzembiztosak legyenek, hiszen emberéletek foroghatnak kockán, hogyha te azt nem jól számolod ki. Neked a matematika az jól megy egyébként? Fizika? Ezek a lapok? Én mindig azt szoktam csinálni, amikor elkészül egy díszlet, és már a műhelyben fölállították, hogy természetesen a lépcső tetejére én megyek föl legelőször, egy hídnak a közepére én állok ki, egy erkélyt én próbálok ki legelőször, és szerencsére még élek, úgyhogy ez azt mutatja, hogy talán jók azok a rajzok, amiket elkészítek a műhelyeknek, hogy a díszletek német rajzaimat hogy képzelném el szerkezetileg. Ilyen szempontból talán azt mondanám, hogy igen, megy a matek, megy a fizika, de ugye vannak alap képletek, amiket lehet használni ahhoz, teszem azt, hogy egy lépcső olyan lépés metódust tudjon adni egy embernek, hogy az neki kényelmes legyen, de lehet, hogy ezzel én játszok is akár, hogy neki pont ne legyen kényelmes azon a lépcsőn fölmenni, vagy hogy nagyon
fárasztó legyen, küzdés legyen az, hogy azon neki föl kell mennie, vagy le kell jönnie. Ugye ezeket a képleteket tudom mindig a saját gondolataimnak alárendelni. És hát nyilván tudjuk azt az anyagismeretből, hogy milyen fémfajták vannak, milyen anyagokat készítenek fémből, amiből én díszletet tudok aztán később készítetni, vagy ugyanez fára természetesen, hogy milyen lemezek vannak, milyen faanyagok vannak, mit mire tudok használni. Ezekről nagyon sokat tanultunk az egyetemen. És igaz, hogy ez nem mondjuk egy építészmérnöki tudás, de egy olyan alap intelligenciát adott nekünk ebből a térből, vagy ebből a szegmenséből a pályánknak, hogy bátran tudunk kísérletezni ezzel is. És nem feltétlen a mi 100%-os, hogy is mondjam ezt, felelősségünk az, hogy bárki rámehessen arra a díszletre. Ugye ez is egyfajta csapatmunka, hogy a varrónőkkel, szabászokkal, öltöztetőkkel dolgozunk a jelmezen, ugye a különböző műhelyekkel, tehát az asztalos, lakatos, festőtárral dolgozunk a díszleten. És nekik nyilván több szakmai tapasztalatuk, tudásuk van ahhoz, hogy lássák, hogy teszem azt, hogyha én fából rajzoltam meg egy hídszerkezetet, és mondjuk elég gyengének látszik a megadott méreteim alapján, akkor ők az orromra koppintanak, hogy ez nem biztos, hogy megállnia majd a helyét, nem biztos, hogy egy tánckart szívesen fölengednének rá. És ilyenkor jön a gondolkodás, hogy mivel lehetne ezt megerősíteni, hogy tényleg biztonságosan bárkit ráengedhessünk. Szóval van egy alaptudásunk ehhez, nem tudnánk mondjuk egy Dunát átívelő hidat rittyenteni 5 perc alatt, de sok ember segítségével még arra is képesek lennénk. Nagyon, nagyon tudnék még veletek beszélgetni egyébként, mert ez az egyik legkedvesebb, tényleg legnagyobb mániám a díszlet, jelmez, nem tudom, szóval nagyon-nagyon sok izgalmas dolgot tudnék még kérdezni, viszont sajnos szűkös a műsoridőnk, és még szeretnék a záró kérdés előtt Évikéhez és Andikához is tól is kérdezni valamit. Nálatok általában jó hangulat uralkodik a tárban, mindenkihez van néhány jó szavatok, elviselitek a hisztiző színészeket, vígaszt nyújtatok, ha kell. Mindig ennyire nagy türelemmel bírtatok, vagy ezt tanulnotok kellett? Andika? Hát ezt nem lehet tanulni szerintem. Ez az empátia, hogy türelmesnek kell lenni az emberekkel, mert lehet, hogy de kiborulunk, persze mi is, ugyanúgy, mint ti, csak ezt nem mindig látjátok ti. De ezt szerintem jön. Hogyha látjuk, hogy ti idegesek vagytok, akkor próbálunk úgy állni a dolgokhoz, hogy aztól ti ne legyetek idegesek, mert mi azok vagyunk, mert inkább próbálunk benneteket nyugtatni egy jó szóval, egy Ágika, téged meg szoktalak ölelgetni, de szerintem ezt nem lehet tanulni. Éva? Én legalábbis így gondolom. Szerintem se lehet tanulni, ez benned van. Ez jön. Én sosem tudnék szánt szándékkal megbántani valakit. Tehát ez annyira távol áll tőlem, hogy csak ha nem vagyok haragtartó, nem vagyok rosszindulatú ember. Aki rosszindulatú, az valószínű, hogy nem tud úgy viselkedni a másikkal, hogy kedves legyen, bátorító legyen. Emlékszel az első darabunkra, Őze Áron rendezésébe? Én akkor kerültem a színházhoz, úristen, színésznök, mi lesz? És akkor kaptam egy Jókai Ágit, aki én nem is tudom, tehát, hogy amikor előtt találkoztunk, bűbájus voltál, aranyos voltál, kedves voltál, majd hát mondom, a Jókanyági ilyen kis aranyos, kedves, tök jó lesz vele dolgozni, és akkor ott aztán a premierjét, és az Ági az
megváltozott, és akkor csak a munka, csak miért nincs, miért nem úgy, miért nem húztad rám, fordítva adtad rám. Ugye akkor volt az, hogy szinte az utolsó pillanatban ugrottál be a színpadra, mert nem tudtam fölteni azt a cipzát a ruhádon. Az a cipzát. Ugye? Hogy úristen, mondom, ilyen lesz nekem itt a színházba. De hát aztán vége volt a premier hétnek, és minden megváltozott, úgyhogy szerintem nem lehet ezt megtanulni. Gondolom, mindnyájatoknak mást jelent ez az időszak. A benne rejlő megpróbáltatásaival együtt. Hogy látjátok? Mit gondoltok a hogyan továbbról? És akkor kérdezem először Andit. Hát remélem minden visszamegy a régi kerékvágásba. Ez egy kicsit nekünk új ez a dolog. De hát én nagyon bízom benne, hogy pár hét, és ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk veletek. Éva? Én nagyon optimistán állok hozzá, én már június elején abszolút dolgozni szeretnék, úgyhogy én nagyon ott vagyok, hogy minél előbb, és hajrá, és nyomassuk. És akkor egész nyáron, ha kell. Mindenféleképpen. Tamás? Nagyon szép dolgokat hagytunk abba, és engem is ez egy kicsit bánt. Pont a Dunai városban is ugye abba kellett hagynunk egy bemutató előtti időszakot, és én is pozitív vagyok, mint az Éva, hogy egyszerűen olyan emberek dolgozunk általánosan a színházba, hogy nem hiszem azt, hogy ez nehezen indulna újra. Mindenki nagyon kimerült is ebben az időszakban, mind a mellett, hogy ugye pihenéssel is töltődünk, de ez lelkileg megterhelő nekünk. És azt gondolom, hogy egy terápia lesz újra elkezdeni majd dolgozni, és ez a terápia pozitívan fog mindenkire hatni, olyan energiák találkoznak majd, hogy ezt hamar át fogjuk tudni vészelni, és újra tud indulni az egész. Hát ezt kívánom magunknak ismételten. Szerencsére az esetek többségében nagyon pozitívak a beszélgető partnereim. Hát ti sem okoztatok e tekintetben csalódást. Nagyon örülök, hogy itt voltatok velünk, és minden jót és jó egészséget kívánok nektek, sok szeretettel, és nagyon várom, hogy igaziból találkozzunk, és megölelhessük egymást újra. Köszönöm, hogy itt voltatok, ez volt a Bartók Szonáta, látványtervezők, öltöztetőkről szóló része. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Hamarosan újra találkozunk.